Sürgető, kezdéshez kérem a művészbe járó szereplői Dobay Attila, Görgényi Fruzsina, Tóth Zsuzsanna. Kezdünk! Kezdünk! Színészlegendáról fogunk nektek mesélni, aki hatalmas sikereket ért el a pályáján, annak ellenére, hogy a mély szegénységből kellett kitörnie. Azért fontos, hogy megemlékezzünk Bobby Hildáról, mert az ő küzdelmei és cselekedetei példaértékűek lehetnek mindnyájunk számára. Az élete kalandos volt és botrányoktól sem mentes, így a mai epizódban pár vicces történeten keresztül jobban megismerhetitek őt. Tessék! Gobby Hilda, miután elvégezte a Színművészeti Akadémiát, egyből a Nemzeti Színház tagja lett. Talán soha nem játszott senki annyi nénit, dadát, öregasszony, mint ő, sőt, 28 évesen már ő játszotta Júlia Dajkáját a Rómeus Júliában. Karakterének sajátossága, hogy mindig sokkal idősebb szerepeket osztottak rá, ezzel már az akadémiai évek alatt is szembesülnie kellett. Nem voltam soha szép, akkoriban azt mondták, érdekes. De valljuk be őszintén, ez annyit jelentett, hogy csúnya. Hetei Aranka egyszer Schiller Ármányi Szerelem című darabját tanította. Kiosztotta a szerepeket. Rám nem mutatott, egyedül rám nem, azt hittem kifelejtett. Fölnyújtottam a kezem, ugye én is Lady tanárnő kérem. Elmosolyodott, és kedves mulatságos hangján csak ennyit mondott. No nem, fiacskám, te majd a csongor és tündében a mirigyet. Ez a mondat melbeütött. Napokig gátlásosan járkáltam az utcán, és bizonytalan érzésekkel mentem be az iskolába. A szünetekben beoldalogtam a vécébe, és hosszasan nézegettem magam a tükörbe. Se Luizát, se Lady-t. Hát ettől a sok-sok gyönyörű szerepről örökre le kell mondanom, kétségbejtő volt. Tudom, hogy nem vagyok egy Greta Garbo, vagy egy Marlene Dietrich. De nem csak ilyen küzdelmei voltak élete során, ugyanis édesanyja egyedül nevelte őt, és kártyavetésből tartotta fenn magukat. Dolgozni próbált, nem sikerült. Kopott kis kártyákból próbálta kiolvasni a sorsát. Később másokét is. Egyszer csak váratlanul kiderült, hogy bármit mond, az mind igaz. Hárman aludtunk egy szobában. Anyám a rekamién, én a rekamié tokjában, nagymama is valami tákolmányon. Anyám egy reggel felébredt. Mama, mondta, az Örszt bácsit láttam egy vízparton, hínár között bokrok ágába kapaszkodva sárosan valahol ráckeve körül. Az emlegetett Örszt egyik nagybácsink volt Bécsben. Nevettek. Egyszer csak nagymamám azt mondja döbbenten. Olvastam az újságban, hogy egy Örszt nevű képviselő eltűnt. Jelentsük be! Anyám fölhívta a rendőrséget, elmondta az álmát. A képviselőt megtalálták a bokrok között, a hínárban, a víz szélén, ráckeve környékén. Anyámat szerződtetni akarta a rendőrség. A középiskolában ismerkedett meg a színjátszás örömeivel, és itt határozta el, hogy színésznő lesz. Be is ment a Nemzeti Színház irodájába, előadta a tervét, ám azt tanácsolták neki, hogy mielőtt ott színpadra áll, jelentkezzen az akadémiára. A felvételi vizsgán naívan, külsőmnek nem megfelelően a Rómeó és Júlia méreg jelenetét adtam elő nagy hívvel. Pocsékul. Kiküldtek. Utóbb megtudtam, a tanári kar vitázni kezdett felőlem, nem akartak felvenni, mert nem látszott a felső fogsorom. Visszahívtak. Mondjon el, kisasszony, egy verset. Felvettek. A felső fogsorom azóta se látszik. Miután felvették, azzal szembesült, hogy bizony-bizony pénz is kell a beiratkozáshoz. Mindösszesen 2 pengője volt, amit a keresztanyjától kapott, de ezt feltette osztálysors játékon, és nyert. Így megsokszorozta a pénzét, vagyis ki tudta fizetni az akadémiai tandíjat. Soha az életemben nem nyertem többé semmit, de úgy érzem, ezzel a 2 pengővel megnyertem az egész életet. Az akadémista éveit végig kísérte a pénztelenség. Annak idején sokszor ellátogatott a Rákóczi úti Kóbi büféhez, ahol sóvárokban nézte az incsiklandó ételeket a kirakatban. Meglátta ezt egy híres kurtizán, akit Rozikának hívtak, és meghívta vacsorára. Innentől kezdve 1 éven átetette a diáklányt. Bajor Gizi nem csak tanított, segített is, mert ő is észrevette intenzív nyomoromat. És meg kell vallanom,
Neki köszönhettem egy évekig tartó tyúkszemet. Cipőket kaptam tőle, mert nem volt cipőm. De ő magas sarkúban járt. És a lába kisebb volt az enyémnél. Az akadémia harmadik évében már statisztálhattak a növendékek a nemzetiben, amiért pénzt is kaptak. Első szerepe egy béka volt a Balatoni Rege című darabban. Békát játszottam. Egy kasírozott bokor mögött ültem egész előadás alatt, és brekegtem. 40 fillérért reketre brekegtem magam. Második színházi statisztálása a Bánkbánkban volt. A ravatalon letakarva feküdtem, mint halott Gertrudis. Akkoriban vezető művészek ilyen alárendelt jelenetet nem vállaltak. Ez is 40 fillért jelentett. Lehotai Árpád minden este megcsiklandozta a talpamat. Életemben akkor szenvedtem színpadon a legtöbbet. Részben, hogy kibírjam nevetés nélkül, részben, mert komolyan vettem, hogy én vagyok a halott királyné. Ezután következett a harmadik. Az ember tragédiájában végzett statisztálás ünnep volt. 10 színben vettem részt. Voltam angyal, trikotűz, polgárnő a londoni színben, eszkimó asszony. Gyönyörű munka volt, és magas volt a taksa. Minden öltözés 20 fillér. A harmadéves vizsgálódása már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy Gobi egy ígéretes tehetség. A vizsgálódásokon részint Fédrájában játszottam főszerepet. Anyám vágta ki az első újságcikket, és este oda tette az asztalomra. Rongyá olvastam ezt a kis cédulát. Fédra drámai szerepét a sok reménységre jogosító Gobbi Helén alakította. A fiatal művésznőn érezni, hogy már nem sokára elhagyja az iskolás kereteket, egyénisége nagyobb színpadok felé sodorja. Alkotából adódóan általában nem játszott főszerepet, kivéve Spiró György Csirkefej című drámájában a Vénasszonyt, ami kifejezetten ráíródott. Hol tekeredsz? Hol a francba? Pacskuszka! Gobi Hilda nem titkolta másságát, amit önmagának azzal magyarázott, hogy gyerekkorában zaklatta a szomszéd képzőművész. Így egy életre megundorodott a férfiaktól. Kérnek szerelme volt Temesi Hédi és Galgóci Erzsébet. Szeretett inni, mulatni és cigarettázni, világában legendás nagy mulatságok voltak. Ezt a házat egyébként halála után a Nemzeti Színházra hagyta, hogy alkotói házként üzemeltessék. Ez azért érdekes, mert ez a visegrádi villa 80%-ban a régi lebombázott Nemzeti Színház tégláiból épült. Tadá! Nemzeti Színház. Kéne egy órákig diskurálni, hát egyedül van a ház, nem? Na. Sosem felejtett el, hogy milyen mérő jött. Kezdeményezésére a fiatal színi növendékeknek kollégiumot hozott létre. És minden vagyonát a magyar színházi szakmára hagyta. Köszönjük, hogy nem tartottatok, legközelebb 2 hét múlva találkozunk. Reméljük, hogy a Gobi Hilda még élne és lenne Instagram profilja, akkor most jól bekövetnétek. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra és kövessenek minket. Sziasztok! Sziasztok! Ááááá! Asszus! Sziasztok! 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 Sziasztok!